Gera már a bal szélen. Jó a beadás is középre Temesvári, nagyot mentett, és 11-est harcol ki Bényei. És akkor a 36. perc legelején tehát Lukács Dániel és Takács párharca. A kapus keze alatt lövi be a jobb alsó sarokba Lukács Dániel a DVTK vezető gólját. A 36. percben 1-0 tehát